Hello, sziasztok a mai adásba, hoztam nektek egy ilyen időhúzó témát, lehet, hogy már késő, lehet, hogy igaz se lesz, volt, van, de, de mégis azért fontos erről beszélni. Az IFL Group online pénzügyközösség Facebook csoportban egyébként erről már én írtam egy pár hete, talán hónapja egy hosszabb posztot, azt szerettétek, és igazából most a YouTube csatorna néző is megérdemlik ezt a gondolatot, de hát a javaslat az, iratkozzál fel, ott hamarabb fogsz ilyen információkkal szembesülni. Hitelből nincs karácsony, mert mennyből az angyal. Ugye, alapvetően azt gondolom, hogy ha villantani akarsz, ez egy kész anyagi káosz, és karácsony idején tényleg tömegek sodorják magukat egy egzisztenciális csapdába. <kül> alapvetően <kül> a karácsony teljesen eltorzult az évtizedek alatt, és és bizonyos társadalmi rétegekben ez nem a, itt a karácsony, nem a szeretet ünnepe, hanem a villantás pillanata, és a szeretetet az ajándék nagyságába mérik. Persze tök jó, hogy nagy ajándék, ugye a nagy dolgot az karácsonykor jön, oké, okay, de alapvetően... Tényleg életveszélyesnek gondolom azt, amikor hitelből akarsz venni. Hitelből veszed a tévét, hitelből veszed ezt-azt. Kivéve, hogyha mondjuk 0 os THM-mel kapod meg a hitelt, és abból a pénzből te valami értelmes dolgot tudsz csinálni, befektetni. Erre gondoltam. Tehát, hogyha csak azért veszed meg hitelt, mert amúgy rohadtul nincsen meg KP-ba az ára, és amúgy meg, meg tényleg tök cink az egész, akkor akkor te rossz hitelt akarsz felvenni. Van uh, egy példát, most a karácsonyra vettem egy tévét, kész pénzre egyébként, uh, most nem akarok flexelni, de de, de, de ott emlékszem, hogy a, hogy a értékesítő elkezdte, hogy kötöke biztosítás. Nyilván jó biztosításos szakemberként mondtam, hogy Á, ez átverés, engem nem vágszat, jó, csak viccelek. De mondta, hogy egy kb. 20 pár ezer forint lenne a 170 ezeres tévére, és akkor ezen kiterjesztett garancia, és mit tudom én, meg hogy ezek a tévék, ezek azért el szoktak romlani, nyomott a, a a dumát, mondtam neki, le, leforráztam gyorsan, mondom, figyelj, ez nem az a tétel. Ha tényleg tönkre megy, akkor veszek újat. Ez így nézetre elhűlve, de tényleg így gondolom, hogy amíg 150-170 ezer az nem az a tétel, amire... Ezt mondom, olyan magabiztosság, azt tudnod kell, hogy nálunk családilag soha semmilyen tévé nem romlott el. Tehát anyukám most még téve is vagy, vagy 15 éve szintem létezik. De amit most le, vagy amit én, is, én évvel én vettem magamnak új tévét így, 10, mennyi, 12 év után kb. életem második saját tévéje az, amit futtatok az is ilyen len van egyik albérletben, és, és, működik, működő képes, remélem még a bérlő nem nyúlta le. De, 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 abszolút működő képes, és igazából nem azért vettem, mert rossz voltam, azért vettem, mert, mert, mindegy, a gaminghez nekem kellett, most megy egy hiper szuper nagy TV jó frissít, képfrissítéssel, mert hát az indiai kisgyerekek állandóan szarrávertek a képfrissítés miatt, és azóta nőtt a teljesítményem a játékban. De, de tényleg így álltam hozzá, és azt mondtam, hogy nem, mert persze mondhatom, hogy persze igen, de mert tudtam azt, hogy tehát én hozzáteszem, hogy kötöttem a saját TV-mre biztosítást, csak még az egy félmilliós TV, majdnem. Meg ott azért kötöttem, mert mondta az űrgek, hogy kérdeztem, van gyerek, nem mondom, van egy pár, mondta, hogy na például arra is téri, csak nem mondjam, hogy a hogy gyerek kár volt, hát mondjam azt, hogy betört a tév, vagy én véletlenül megcsúsztam. Nekem kettősek kellett, mert ugye én azt a hiperszuper LG, ilyen vékony, izé, OLED tévét vettem, nyilván már kivenni a dobozból sem volt egyszerű, mert nincs fogása, tehát már ott sem berepedhet egyébként a kijelző, tehát nyilván én erre készültem, és akkor azért mondtam, akkor kössünk. Hát arra egy 60 ezres volt a biztosítás. De, de úgy éreztem, hogy az indokot. De egy 170 ezres tévről, van fogása, a tévéért, nem feltett, és alapvetően a gyerekek ott nem verik le, anyukám nem engedné, <laughs> tehát akkor kivel. Tehát ott felrendés figyelem van, ugye az most gól volt, ö, ott nem éreztem ezt indokoltnak. Na mindez, szóval, sz alapvetően tegyenek az az üzenete, hogy, hogy, hogy tévét, vagy ilyen eszközöket, úgy vegyél, hogy van rá pénzed. Ahol el szokott egy nagyon sok ember csúszni, amikor tényleg villantani akar, és nem is például a gyerekeinek, hanem ö, rokonoknak, hogy, hogy, úgy érezzük, hogy, és ezt főleg azt vettem észre, hogy azok szokták ezt csinálni így a hallomásból, ö, ezt a jelenséget, ez a túlkompenzálás, akik szerényebb anyagi körülmények között élnek. Tehát most van -e egy, mit egy például, ha egy szerényebb anyagi körülmények között élő, egyik emberke, meg van mondjuk a családtagja, aki meg jobb anyagi körülmények között vagy nagyon, nagyon nagy szakadék van kettő között anyagilag. És akkor a szegényem az, e, azzal akar túlkompenzálni, hogy a, megveszi a 35 ezres eszközt, mondjuk egy ajándékozás, amikor másik meg mint egy 5000 fontba gondolkodott, érted? Tehát akik több pénze volt az ilyen, te egy jelképesbe gondolkodott, nyilván ennek az is a háttere, hogy ugye nyilván egy több pénze, az meg tudja magának is venni. Tehát, nagy, tehát szeretném azt hinni, hogy a több több van, az nem várja el a, családtagjaitól, hogy ők lássák el, uh, hanem hogy ő megvesz mindent. De aki kevés kevesebb pénze van, az lehet, hogy egyfajta kisebbség komplexus próbál így kompenzálni, és nem akar lemaradni, nem akar cikis helyzetbe kerülni. Ennek egy leggyakrabban azt az az oka, hogy nincsen kommunikáció a családtagok között, uh, és talán ez nagyon fontos lenne megbeszélni, hogy egy keretet, hogy mi az, hogy legyen 5000 forint a keret vagy tíz. Bár még a tíz is szürreális, gondolod, hogy van tíz felnőtt családtag, az egy százas. Hát elmegy a fizetésed fele konkrétan, az azért túlzás lenne. De hogyha itt nincsen ilyen szabva, akkor simán lehet az, hogy egyfajta anyagi válságba löki saját magát az a versenyző, aki szerényebb anyagi körülmények között él, de nem akar lemaradni ebbe a fegyver ajándékozási versenybe, és túl kompenzál. És akkor kap egy ilyen, vagy ez egy ilyen nagyobb ajándékot a másiknak, amire aztán pláne nem volt se indokolt, se szükség nem volt rá. Szóval ilyen értelemben is figyelni kell, hogy nyílt, őszinte kommunikáció egy fontos dolog, be lehet vezetni, hogy felnőttek nem ajándékoznak egymásnak, csak gyerekeknek. Nyilván ugye ez is elbukik, nálunk is elbukott, tehát ez az nem fixan elbukik, de ennek az az oka, hogy alapból az, az van, hogy mondjuk a tehát ott van az öcsém, vagy ott van anyukám. Most akkor ők nem kapnak semmit, de közben nekem meg három gyerekem van, és nekik meg tudom, hogy nagyon sok nagyon jó dolgot vesznek. És akkor tudod így. Akkor jó, akkor én megtöröm. Akkor azért valami tényleg egy... Tehát, hogy tényleg gondoltatok a gyerekekre. Tudom, hogy nem azért, de azért mégis meg köszönöm az egész éves részvételt, stb. Nyilván akkor meg ők is vesznek nekem visszafele, és akkor így az egészből letegegyen vásárlás cunami lesz, de, de még, még talán ez, még ez, a közepesen szar megoldás, de az a legrosszabb, amikor, amikor uh, nem beszélünk róla, nincs nyílt kommunikáció, és akkor senki se tudja, hogy mi merre, és akkor inkább drágában veszünk valamit. Uh, ami szokott még le, hiba, hogy nem mérjük fel, hogy a gatyamadzag meddig tart, és a gatyamadzak az nem a megtakarításaidig tart, tehát a gatyamadzak az a megtakarításaidon túli vidék. Tehát, hogy van a megtakarításod, ha te ránézel a számádra, és van tehát a egy millió, a, az semmi nem indokolja neked azt, hogy te annak a negyedét elkösd ajándékra, önjutalmazásra, barátnőre, pasira, családtagra, semmi. Tehát igazából érez magad szarul. Tehát, hogyha van egy millió megtakarításod hogy szinte ez magad szarul, hogy miért nem 2 millió van. Tehát, hogy egy kicsit úgy lehet, hogy a mély depresszióba kéne magadat löknöd egy karácsony előtt, mert, mert máskülönben azt fogod érezni, hogy jaj, van -e egy millió, most abban el lehet egy százezeret költeni, hát most kiszámolja. Kell gondolj bele abba, hogy az egy millió, ez, 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 neked mennyi idő alatt gyűlt össze? Mit kellett ezért megtenned? És, és nézzek, hogy amúgy neked miért, tehát milyen céljaid vannak hány olyan ember van, aki egyszerűen gyűjt önerőre ezerrel, lak, lakás önerőre, és így folyamatosan karácsony egy részét annak neki feléli, így szétszórja. Hát ez olyan, mint mintha nem tudom, hogy kiállnál az ablakra, és így a, a tízezereseket így szétszórnád, és akkor így, de jó, megtehetem, nem teheted meg. Nine, nine, nine. Tehát a, ne felejtsük el még karácsonykor sem, hogy te neked vagyont kéne építeni. Jövőképbe kell gondolkodnod, jövőképe kell rendelkezni, és ennek van egy anyagi vonzata, neked meg van egy megtakarítási képességed. Ha, egy havi megtakarításoddal egyenlő összeget ajándékozol el, az azt jelenti, hogy egy hónappal hátráltatod a jövődet. Ha öt havi megtakarításodat szórod most el, akkor öt hónappal hátrébb kerültél. De ez nem így, ez nem igaz teljesen, mert itt van egy halmazati rész is. Hiszen gondold el, hogy azt a lakásvásárló, aki mondjuk nem 2017 novemberében vette a lakást, hanem 2018 mint tudom, áprilisába mondjuk lehet, hogy a, el, először lett volna, ami 25 milliós lett volna a lakás, az lehet, hogy amúgy meg 29 milliót tudta már megvenni, mert így ugrott a piac. Tehát és lehet, hogy az egész csak annyi múlott, hogy mondjuk öt havi megtakarítást így elajándékozott karácsonykor. Ez azt akarom mondani, hogy nem tudhatod, nem hogy a jövő mit hoz, és gyakran halmazati szívásba kerülhetsz, és több milliót bukhatsz azon, mert te ma jó ötletnek gondoltad, hogy 2 300 ezer forintot elszórjál a komplet családnak, meg magsát magadnak ajándék jogcímen. Miért fel? hozzá jó szabályokat, hogy nem a megtakarításhoz nyúlunk, onnan indulunk, hogy karácsony az alapvetően 呃。Uh a családnak a családi ajándék vágyának a kielégítését, azt egy, maximum két havi megtakarítási képességetből fedezed, mert mondhatod azt, hogy jó, decemberben azért dolgoztam, hogy, meg még novemberben, hogy, akkor mindenkit fel tudjak vidítani, mert hát nyilván ettől lesz mindenki vidám, nem attól, mert hozzászólsz két jó szót, leülsz vele, meghallgatod, beszélgettek, meg egy jót kajáltok, nyilván nem ettől, hanem az ajándéktól, amire a 9 esetek 900 semmi semmi szüksége nincs a másiknak, nyilván. De mondhatod azt, de azt nem mondhatod, hogy te 3, 4, 5, 6 havi, egy évi megtakarítási képességedet szórod most el. Nem mondhatod. És, 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 ezt, ezt, ezt értsd meg szerintem. Tehát nem villantani akarjál, hanem, hanem, reálisan. Például én tökre küzdök most, meg saját magammal, mert még szóval nálam gyerekkorban annyira imádtam a karácsonyt, figyelj, tömve volt, nem látod a karácsonyfát az ajándékoktól. Rengeteget kaptunk, és, és ezzel most tökre küzdök, hogy nyilván ezt, ezt meg szeretném adni a gyermekemnek, ezt az élmény, de másik oldalt meg, tényleg azt látom, hogy annyi játékuk van, roskadozunk, nem tudjuk már hova rakni, állandóan szortírozunk, és, és igazából minél több van, nem tudja értékelni, mert ebbe is belekap egy kicsit abba is, és hiszem azt, hogyha egy dolgot kapna, az sokkal jobb, az a sokkal többet játszana, mint hogyha kap hat dolgot, de minden most az ilyen viaskodás nálunk is, és tényleg igyekszünk egy nagy ajándékkal, meg pár kicsivel így kikompenzálni a dolgot, például a gyerekeknek is. A felnőtteknél meg abszolút egy ilyen anyag, egy lé, húztam, úgy, jó, mondjuk most itt a tévével most nagyon vagánykodok, tehát nem ez az árstopom per fő. Most az különleges volt a anyukámnak, mert most ez a hatodik születésnapja, meg egy évek óta én szerettem volna neki venni egy, tévé, egy jobb tévét, tehát nekem ez egy ilyen küldetésem volt, tehát nem csak ennek a karácsonynak szólt, de, de nyilván mindenki másnak pedig sokkal lejjebb lesz ez a keret, a realitások talaján maradva, ami ami, ami, nagyon fontos. Írd meg kommentbe, hogy amúgy nátok van valamilyen ajándékozási szokás. Te hitelből tervezel ajándékot venni, vagy, vagy, vagy nem? A megtakarításaidhoz hozzá kell nyúlnod ajándékozás során, vagy nem? Illetve milyen praktikáitok vannak. Ha szeretnél pénzügyekről, trollmentes környezetben beszélgetni, hogy gyere az IFR online pénzügyi Facebook csoportba. Ha érdekel, hogy én hogyan építem a pénzügyémet, milyen vagyonom van, mert nem azt, hogy milyen vagyonom van, de nyilván az is látható, hanem, hogy, hogy hogyan, milyen lépéseket teszek a vagyonépítés során, akkor gyere a Patreon oldalamra link alul, ha pedig tudok hitelbe segíteni. De hozzáteszem, ajándékozási hitelbe. Nem segítek. Tehát csak értelmes hiteleket vállalok, mint hogy lakást szeretnék, befektetni szeretném, lakás venni, befektetésre, vagy szennék személykölcsön, nem tudom, autót vagy. Tehát, hogy, hogy, értelmes dolgot abban segítek, egyedi kamatokkal, kapcsolatrendszeremmel, akkor írjál e-mailt alul. Szép napot kívánok, és hát nem köszönök el az idejétől, mert összekapom magam, és megjönni fog pár videó. Sziasztok!